Égtek a gyertyák dr. Schilling Roger sírjánál vasárnap reggel, az atya születésének 121. évfordulójára emlékezett meg a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Dunakömlődi Szent Imre plébánia. A gyertyagyújtást követően szentmisét tartottak a Dunakömlődi templomban. Schilling Roger ciszterci atya 1901. október 19-én született Dunakömlődön. A településen meghatározó szerepet töltött be. Olyan dolgokat végzett az atya a civil életében, épp úgy, mint az egyház életében, amely most itt élő németek számára igen fontos. Tehát publikált tudományos folyóiratokban, könyveket írt, elsősorban a németek betelepülése tárgyában. Civil egyesületeket hozott létre. Később, amikor már az egyházi tevékenységét háttérbe kellett szorítani, ugye ezek az iskola államosítások utáni időszakokról beszélünk, akkor nem nagyon jutott más, csak a közösségi életben való részvétel. De ugyanúgy megkeresték őt ebben az életben. A megemlékezés végén az egybegyűltek elhelyezték a koszorúkat Schilling Roger tiszteletére állított emlékműnél. Az 1991-es megalakulásakor az atya nevét vette fel többek között az Arany Rozmarin díjjal kitüntetett Roger Schilling zenekar.